Harmadik fejezet. Mindegy kisasszony. Metta már várta Ágotát. Gabi azonnal leadta a drótot. A rendelőben találkoztak, már rendelési idő után, rémes fogsorok plakátjai előtt. Metta, legalábbis ahogy állította, évek óta nem hallott Lajosról. Nem is volt már rá kíváncsi. 2 éven át volt Lajos titkos szeretője. Azt állította, nem olvasta el a leveleket, túl akart lendülni az ügyön. De ha nem olvasta őket, honnan tudott arról, hogy Lajos például járt Törökországban is? Ágota nem örült, hogy Gabi fecsegett. Szeretett volna, ha hat a meglepetés ereje. Gabi égre földre esküdözött, hogy a nyomozás számára szent dolog. Hogy Mettának még arról sincs gőzese, hogy Ágota egyáltalán Magyarországon van. Ám Metta az első mondatával, már vártalak, Gabi mondja, hogy a Lajos után szaglászol, rájött, hogy ennyit a diszkrécióról. Hülye volt, hogy megbízott Gabiban. Főképp, hogy Gabi jajgatva esküdözött, hogy Lorenzóról sem mondott egy vakhangot sem. De Metta második mondata... Mit hallok, megszivatott az olasz pasi? Hát veled is megtörtént. Ezt is cáfolni látszott. Ágota őrült. Fenyegetni akart azzal, hogy Gabi fejét teletömte olyan baromságokkal, mint az az idézet a Nemezisből, hogy szeretni rettenetes. Mit akar ezzel sugalni? És különben is minek felidézgetni ezt az őrületes szarságot? Mit kezdjek Lajos emlékével? Pakolja ki mindent? Most ennyi év után? Milyen vicces. Azt hitte, sikerült titkolni a viszonyunkat. Most kiderül, mindenki tudott mindenről. Pedig még Gabit is sikerült átvernem, a kedves kis nővérkémet. A szekrényből régi levelek fénymásolatait vettem elő. El akartam égetni az egészet, de valahogy nem vitt rá a lélek. Ezeket a leveleket magyarázatnak szántam. Pontosabban megkésett névjegynek, bemutatkozásnak. Mindet a szakítás után írtam. Több száz levélben meséltem el, ki is vagyok. Aztán írtam egy utolsót, a legőszintébbet. A képzelt életünk akkor véget ért. Mindegyik levélnek az volt az aláírása. Szeretlek és várlak, Metta. Írtam a leveleket egyiket a másik után, magamnak pedig lefénymásoltam őket. Tudtam, hogy ő nem olvassa el. De közben mégis mániákosan róttam a sorokat, tudnia kell, mit érzek. És ha tudja, nem hagyhat el csak úgy. Ez, a 27. épp arról szól, mit éreztem, mikor először megláttam. Mikor Gabi először magához hozta a klubba. Arra, hogy mennyire szeretem a pénzt, nagyon korán ráébredtem. Először talán akkor, mikor az első malacperselyemet megkaptam a nagyapámtól. Gabinak persze régóta volt már ilyen, sőt, ő megörökölte anyu kutyaperselyét is. Azt a fajtát, amilyet ma újra lehet kapni a retro butikokban. Ilyen liegő sárga állat, a nyelvére rakod a pénzt, ő meg benyeli. De annak az alja nyitható volt, amit bedobtál 2 perc múlva, akár ki is vehette, tehát itt semmi értelme. Gabi persze imádta, ő sosem gyújtögetett semmire. A malac is üresen kongott a polcon. Legalább egy szerencsepénzt dobj bele, mondtam neki, mire ő azt felelte. Neki csak az elköltött, cukorkára, kakasnyalókára váltott pénz hoz szerencsét, és hogy nem bírná elviselni, ha valaha ezt a gyönyörű malackát szét kellene törnie. Mert mit tudna venni abból a pár vacak fillérből új perselyt, akkor meg minek? Ám én szorgosan dobáltam minden ajándékba kapott, szekrény alatt talált forintot az én malacomba, és 100-szor elterveztem, mit veszek majd év végén az összegem. A takarékbélyekben is előjártam. Anyu mindig adott rá pénzt, hogy legalább engem takarékosságra neveljen a családból, ha már a többieknek nem megy a dolog. Spórolgatok, kuporgatok ma is. Persze úgy, hogy lehetőleg senki ne vegye észre, mit is jelent minden egyes kiadott forint. Hogy mennyire fáj, ha a pénztárcámba kell nyúlnom. Mára sikerült elérnem, hogy a barátaim egyenesen azt hiszik, nagy lelkű vagyok. Mekkorát tévednek. Mégis hihetetlenül fontos nekem ez a látszat. Ezért fájt annyira, mikor először a felszín mögé pillantottál. Nyár volt.
az első júliusi napok egyike. Ha tovább mesélem, emlékezni fogsz. A malac persely kiürítésének másnapja. Az emberek többsége nem is gondolná, mennyi pénz jön így össze. Volt olyan év, hogy az összegyűjtött apróimból mulattam végig a szigetet. Szóval épp aznap váltottam be a rolnikat, így viszonylag sok pénz lapult a táskámban. Ezt nem szeretem egyébként, feszülté válok, így szorongatom a táskámat, még egy dilettáns tolva is kiszúrja, hogy engem érdemes kirabolni. Épp maffia nap volt, Judit Katához siettem. Aznap valahogy nem akart elkezdődni a játék, új tag jött, te jöttél. Ment a szavazás, hogy befogadjanak-e. Gabi ragaszkodott hozzá, szerintem nem akart beégni a volt pasia előtt. 3 éve nem találkoztatok, én is akkor tájt láttalak utoljára. Jót tett neked az idő, hihetetlenül csinos lettél. Az ital sármia, mondta Gabi. Nem tűntél már olyan elbaszott bölcsésznek, ahogy emlékeztem rád. Ám a csajok ellenálltak, hogy ide nem jöhet férfi, ez egy női klub, stb. Ügyesen alakoskodtál. Eleinte nem szóltál egy szót sem, aztán felvetetted, hogy akkor talán te lehetnél az örökös játékvezető, ami mindenki utált lenni, az a legnagyobb szívás ugyanis. Oda az izgalom. Így legalább hasznosnak tűnt a jelenléted. Egyszer Ági elhozta a volt pasiát, a szupercsinos gegét, de neki mennie kellett, így Ági rögtön kiabálni kezdett, hogy ez nem ér, ez igazságtalan. A vitának Magda felbukkanása vetett véget, aki rögtön a nyakadba borult, mondván, hogy gyerekkori barátod, és hogy legyél tiszteletbeli nő, meg hogy a játékvezetősdíj nem is hülyeség. Az első 2 estét valóban te vezetted, de aztán lassanként feloldottál a társaságba, neked voltak a legjobb bemondásaid, rövidesen teljes rangú tag lettél. De az első estén még csak méregettelek, én is, nekem is új voltál. Mintha akkor láttalak volna először. Aznap este eleinte játék helyett inkább téged faggattunk, és valaki bedobta a körkérdést, hogy ki miért tudna ölni. Te egy rossz mondatomnál rám néztél, és annyit mondtál. Belőled kinézném, hogy elmetszed a torkom, ha a bankkártyádat a kezembe veszem. Döbbentem, bámultalak. Megkérdeztem, hogy mit akartál ezzel mondani. Erre egy történetbe kezdtél, hogy emlékszem meg, Gabi 3. gimis volt, én tehát 7. jártam, egészen kislány voltam még. Egy nap éppen Gabival voltál az ebédlőben, valamin összebalhéztatok, mire felpattantál, és véletlenül az én szobámba rontottál be, ami közvetlenül a Gabi szobája mellett volt. És akkor akkora elánnal érkeztél, hogy a malac perselyemet levelted a polcról, ami ripityára is tört azon mód. Erre tisztán emlékszem, de az azt követő eseményekre már nem. Állítólag fogtam a malac persely egyik éles darabkáját, és belevágtam a kezedbe, azt üvöltve, hogy megöllek, te rohadék! Hát, te Lajos, mondtam, hát hiszen még gyerek voltam. Megváltoztam azóta. Én ebben nem vagyok olyan biztos, felelted. Ám ekkor egyikünk se sejtette, hogy egyszer majd tényleg úgy megütlek, hogy kis ilyen szerencsétlenség lesz belőle. Ekkor még csak elméletben játszottunk végig mindent, ami velünk előbb-utóbb megtörtént. Kissé nyomott lett a hangulat, a játék is véresre sikerült, mindkétszer a gyilkosok győztek, elindultam haza. Azóta se értem miért, de utánam jöttél. Felajánlottad, hogy menjünk el kaszinóba. Sose voltál még, és van egy 5000-eset, feltehetnénk valamire. Van egy 5000-esed? Fú, mennyi ilyen hangzott. Nekem is volt egy 5-ösöm, az együtt már 10. Hát, de ha a kaszinóba fel kell tennünk az egészet, és elveszítjük, hát én abba belehalok, gondoltam. Ezt el is mondtam neked, nagyot nevettél. Tudtam, a legendás mucigvéred. Ez azért fájt, a legendás. Nem feleltem, szótlanul lépkedtem melletted. Te soha nem érezted, hogy egy kicsit kockáztatni kellene? Próbára tenni a sorsot? Nem, feleltem morcosan. Az én legbiztosabb próbám a bankbetétem. Nem is lottózol? De nem, ám nem akarok olyan lenni, mint a Nagyi, aki évtizedek óta egy lottó 5-ösért nyaggatja Szent Antalkát. Akkor neked a kaparós való, mondtad. Avval gyakorlatilag nem veszíthetsz sokat, nagyon olcsó, és ha vigyázol, legalább 0 szaldósra kijössz. És a nagy kaszálás sincs kizárva. Te nyertél valaha? Ó, én mindig nyerek. Így vagy úgy, felelted somolyogva. És mielőtt beleköthettem volna, a lakásom elé értünk. Nem hívtalak be.
akkor legalábbis, és a kaparós sem próbáltam ki. Aztán, mikor már tudtam, hogy tényleg elhagytál, elmentem egy jósnőhöz tanácsért. A nő azt mondta, hogy nagy-nagy szerencse vár rám a közeljövőbe. A szerencse? Hát pénz. Akkor ezt így fordítottam le magamba, és betértem az első lottózóba. Asztrót vettem, bikát, a csillagjegyedet. Visszanyertem a sorsjegy árát. Akkor megvettem az én csillagjegyemet, majd mivel az nem nyert, az egész családét. Tényleg nullszaldó. Másnap a kedvencet próbáltam ki, kis veszteség. És innen nem volt megállás. Mert a nénik már megismertek, és elkezdtem hallgatni a legendákat. Ott volt a nyíregyházi férfi, aki 10 milliót kaszált az első szelvényével. Vagy a trógernő, aki megnyerte a havi fixet. Vagy Cilike, aki a fáraó kincsébe jutott Egyiptomba. És akkor már minden nap kapartam, mert ott kell lennie a nagy nyereménynek a kislapocskák között. Eleinte csak a malac apróit használtam fel, később azt találtam ki, hogy nagy tételben, különböző lottózókban portyázva választom ki a legjobb szelvényeket. Kezdtem nullszaldóról a mínusz felé tendálni, és akkor ezt a mínuszt kellett pozitívra hozni. A ralliból egyenesen 68 darabot vettem. Mindegyik bukott. Akkor rátaláltam a méhecskére. Abból szinte mindegyik nyerő, igaz 100 vagy 200 forintot hoz csak a konyhára, de legalább hoz. Drámai fordulatot hozott, mikor észrevettem, a postán is lehet kaparósozni. Egy-két számla még befizetetlen maradt. Ilyen régebben nem fordulhatott volna elő velem, most már tényleg nyernem kellett, de a jóslat csak nem akar beválni. És közben szenvedtem, gyűlöltem az ezüst felületecskét, gyűlöltem az ajándékba kapott kaparólapokat, a megőrzött, nyeretlen cetliket, melyeknek sorszámait próbáltam az agyamba vésni, hát ha van valami logika az egészben. Hóvégeken kimutatásokat készítettem, hát ha a sok apró veszteség végül mégiscsak nyereménnyé változik. Csak éppen én számoltam rosszul. És mikor az egyik júliusi napon éppen 10 000-et tett ki a veszteség, elsírtam magam. Ennyi erővel elvettem volna veled a kaszinóba. Miért tartottam fontosnak megírni neki ezeket az éles helyzeteket? Kit akartam emlékeztetni, és mire? Vajon voltak-e valóban fontos pillanataink? És vajon miattam, a mi titkos kávézásaink miatt utazott Lajos Törökországba is? 37. levél. Kávé. A kávézásuk. Bár elfelejteném mindet. Amíg meg nem ismertelek, nem kávéztam olyan sokat. Egyet ittam, igaz hatalmas élvezettel reggelente, és az elég volt egész napra. Fel nem tudom fogni, hogy képes Gabi 6-7 feketét legelökni naponta. A pasiáról nem is beszélve, aki minden nap 12 csészényit megivott, lefekvés előtt is benyomott egy utolsót. A betegeimnek is mindig mondom, csak kávét, fekete teát, cigit és vörösbort ne! Hát oda a fehérítés eredménye. Aztán tessék, iszom. Vörösbort. Rászoktam a cigire, mindenek előtt pedig rengeteg kávét töltök magamba. Emlékszel a mi első kávénkra? Arra, amikor először ittunk kettesben? Csöndes voltál, zavart akár csak én. Titokban találkoztunk, és megcsókoltál kávéízűen először. Másnap én kimenekültem Törökországba. Az egyik leglidércesebb kávéházi élményem ehhez a lidérces nyaraláshoz kötődik. Már a reptéren baljós előjelek fogadtak, a gépem indulása előtt bemondták, hogy 2 robbantásos merénylet történt a taximban, ahol szállást foglaltam. Később az őrült török művészek, akiknél laktam, azt magyarázták, hogy olyan nagy ez a város, hát miért éppen rám esnének a bombák. Bomba valóban nem esett rám, egy erkély viszont elég közel került hozzám. A belvárosban sétálgattunk, mikor az orrunk előtt a mélybe zuhant, korlátostól mindenestül. Alp, a festő, aki csak annyit tudott angolul, hogy today no sleep, meg hogy drink, csak röhögött, szerint ez mindennapos. Az ő javaslatára mentünk le végül a tengerhez is, egy olyan úton, ami nem igazán turistáknak volt kitalálva. Mi több, rajtunk kívül egy sem akadt. Már a busz is egy kabaré volt, menetrend nélkül, egy fószer sípolt, és a helyneveket kiabálta, így szálltunk fel mi is. Minden esetre a parton letáboroztunk. Első reggel belém nyilalt, hogy én kávé nélkül nem vagyok ember, elindultam hát a faluba kávéházat keresni. Be is tértem az egyetlen kávéháznak tűnő helyre, majd meghűlt bennem a vér. Az asztaloknál csak férfiak ültek, nem vettek tudomást rólam, a pincér nem volt hajlandó felvenni a rendelésem, valahogy fenyegető volt ez a hallgatás. Oda mentem a pulthoz, és 2 eszpresszót kértem angolul.
Rám se nézett a szakállas, csak a fejével intett, hogy kifelé. Megmakacsoltam magam. Kávéhoz kellett jutnom, török kávéhoz minden áron. Úgy tűnt, hiába várok. Végül egy öreg megsajnált, a törökök összevesztek rajtam, de kávét megkaptam, igaz, azt nem engedtem, hogy leüljek. Felhőpintettem és elhúztam. De másnap vissza kellett mennem, hát hasonló jelenet játszódott le, csak gyorsabban. Ám harmadnapra, lásd csodát, úgy tűnt, megszoktak. Kaptam a duplámat, és az egyik asztalnál helyet is szorítottak nekem. Ha a végső csapásként nem önt el a nagy isztambuli árvíz, ami hazaűzött, lehet, hogy befogadnak? Vagy csak elhitetik velem? Ahogy te is tetted? A reptéren vártál, emlékszel? És én úgy vetettem magam a karodba, akár egy őrült. Hányszor kellett elmesélnem neked ezt a kávézást? Meséld el, kérted, mikor majdnem megöltek a törökök. Meséld el, hogy szőrös volt a WC ülőke. Meséld el, mit éreztél, mikor az erkény majdnem rád zuhant. Azt, amit azóta érzek, mióta beléd szerettem. Halál közeli. Nem számít semmi, gondoltam hát. A szeretőd leszek. Akármit is jelent, ez a szó, a szeretőd leszek. Gyűrött arcú szeretője ott maradt az ágyban, énekelte Deák Bill még Bakeliten, és egy időben rengetegszer meghallgattam ezt a dalt. A szerető, gyűrött arcú, ereszkedett mellű, festett hajú démon. Olyan nők a szeretők, akikre sandán tekingettem a blúzkocsmákban. Agyon sminkeltek, felpolcolt mellőek, középkorúak. Árasztják magukból a szeretőséget. 20 méterről észreveszed, na ez a nő a buja második. Házasságok felborítója, behálózó, könyörtelen. A szerető kis szeparéban várja áldozatát, füstös presszok boxaiban türelmetlenül dobol, 6 méteres égővörös műkörmeivel az asztalon. Garniszáló ágyába hempereg, mint a pók, behálózza az ártatlan nős embert, lecsap, csíp, mérgez, buja és közönséges, kávét iszik konyakkal, kölcsönlakásba vonszolja a maga tehetetlen, megbűvölt házasembert, és reggelig nem ereszti. Aztán fekszik a gyűrött arcával, de csak addig, míg össze nem szedi magát, hogy újra támadhasson. Nem baj, ha ilyen leszek. Tegyél ilyenné. Hajam a hátam közepéig ért, véletlenül sem festettem, az arcom reggelente is üde volt, meleimet nem kellett felpolcolni. Azon az első hajnalon fáradt voltam. Te nem találtad a kulcsodat. Nem tudtam elképzelni, hogy egy non-stop kocsmába bekeljem ki a hajnalt. Egy barátod lakásába mentünk. A garzonban szétcsapott cimborák, de találtunk egy matracot. Reggel összebújva ébredtünk. Kávéra vágytam, te is. A többiek már szétszélettek, egyedül kellett megoldanunk a problémát. A gáztűzhely nem működött. Ekkor fedezted fel, hogy itt bizony padlófűtés van. A nyári hőség ellenére bekapcsoltad a fűtést, összeszerelted a kávéfőzőt, amit a földre helyeztünk. 3 órán keresztül vártunk, hogy a kávénk lefőjön. Izzadtunk, mint a szaunába. Szerelmesek voltunk, másnaposak. Kávénk persze nem lett, feladtuk. Egy belvárosi füstös presszóba mentünk végül. Én kértem a feketéhez egy konyakot is, hogy a bennem élő kislány ne csalódjon olyan nagyot. Majd elváltunk. Én átmentem a Lánchídon, és azt dúdoltam. Forró utcákon át, a számon elviszem a szátszagát. Ahogy ezt a sok szarságot felidézem, Lajos szinte él. Nem lehet halott. Nem olvasom el a többit. Na jó, csak még ezt az utolsót. Mindegy kisasszony levele. Ez lett a címe. Különös dolog megszólítás nélkül kezdeni a nagyjából 670. levelet. A 670-et, melyből csupán párat kézbesített neked a posta, még különösebb elgondolni, mennyire más, milyen elképesztően különböző volt a legelső neked szánt írásom, melynek egyéb célja nem volt, mint elmondani, te jó ég, hittel, lelkesedéssel, hogy szeretlek. Mit elmondani? Elhitetni. Holott akkor már sejteni lehetett, hogy ez az irány zsákutca, visszafordulni kényszerít megadóan, vagy ellenkezőleg kiforgat, huny szemmel nekifutok a végén akadályt képező sorompónak. Ha van eszem, mint ahogy nem volt, megtakarítok nem pusztán energiát, pénzt, de nem utolsó sorban kétségbeesést, utóbb pedig szánakozást és dühöt. Mindegy. Mindegy kisasszony a maga bánatos és ellentmondásos gondolataival viaskodik, ki tudja mióta. Talán a bal végzetű
legutolsó találkozásunk és örjöngő, hajnalig tartó veszekedésünk óta. Pedig az se tegnap volt. Egy állítólagosan félreküldött üzenet, egy állítólagosan véletlen találkozás, egy szintén véletlen asztalomhoz leülés, ki tudja. Te biztos jobban tudod ezt is, ugyebár, mint mindent, ezen a szűkös, keretbe szapott világon, ebben az általad roppantul szellemesen gettónak apostrofált környéken, ahol minden keskeny utca és kocsma ismerős. Jól belaktuk őket egykor, mikor még tartott a kapcsolatunknak nem tekinthető valami, ami bennünket másfél évig összekötött. Az már kevésbé mulatságos tudat, hogy te azóta feltehetőleg pépével tett saját fejedet a WC-deszkában, amiért végül pirkadatig nyúlt az a bizonyos, szerencsétlen összefutás. Te engem gyávának tartasz, bődültél fel hajnaltájt, kihullajtva kezedből a folyóboros műanyag poharat. Gyáva a legundorítóbb emberi tulajdonság. Nem mindegy, hogy mit gondolok? Úgysem velem vagy. Erre még pár percig habozva, félig vicsorogva ácsorogtál, majd döngő léptekkel elcsörtettél, otthagyva engem a Falkmiksa utcában és a körút sarkán egymagamban reggel 4-kor. Nemes, gáláns, férfihoz illő cselekedet. Ügyes vagy. Pedig nem kellett eleinte bizonyítanod semmit, sem lovagiasságot, sem nobilitást. Elég voltál te, és az a véletlen folyamán köttetett titkos szerződés, mert valljuk be nyíltan, aznap éjjel szándékosság helyett az a bizonyos két üveg bor diadalmaskodott, tudod, az egyiket nem számlázták. Ennek vált eszenciájává a közös hallgatás mindarról, ami nálam, a kicsiny volt éves lakás falain belül, a paplanok alatt éjszakákon át zajlik a társaság, a barátok és testvérek háta mögött. Utólag már nem is tudtál volna felmutatni semmit, ami emberi, ami igazi és értékes. Meghazudtoltál mindent, amiről azt hittem te vagy. Hatalmas csalódás. De úgy kell nekem, neked. Az élet nem leányregény. Brody is megmondta, és az se tegnap volt. Én, egyszerű szomorkás lány, ki sietve felírja álmait. Mindegy, kisasszony. Ezt a találó nevet te agadtad rám kínodban, mikor már szinte dühöngve, csapkodva követelted egy-egy lázas, véres vita után, hogy szóljak már. Mindegy, mondtam erre én. És még neked is, aki szeretted, azt képzel, hogy ismersz, belém látsz, tudod minden rejtett kis gondolatomat. Még neked is jó fél évet betelt, mire hajlandó voltam eme velős kinyilatkozás helyett végre valóban mondani valamit. Akkor viszont nem voltál határtalanul boldog, emlékszel? Nem számítottál arra, a legkevésbé sem, hogy bár sok esetben hallgatok, rögződnek azok a bizonyos gyilkos párbeszédek, melyek igen hamarosan megmérgezték az eladdig édes titkot. Olyan élesen és pontosan, mintha a fejemben állandóan működő parányi diktafon lenne, mely képessé tesz rá, hogy bármikor bármit felidézzek, szinte szó szerint. Na ez már nem nagyon tetszett. Onnantól kedvesebb is voltál, jól lehet, kikitört belőled az indulat, akarva akaratlanul, és olyankor szinte féltem tőled. Te, önnöm félrecsúszott sorsa véget kesergő férfiú, kétszínű, hazug, tisztességtelen, önző és a leggyávább a világon, akiben végtelenül szerelmes voltam. Maradjunk ennyiben. Mi? Valaha volt furcsa keveredése a titkoknak és hazugságoknak, melyek olyan szinten nőttek ránk, hogy már nem igaz talán egyik felesem. A nélküled eltöltött idő hemzsegett a gyötrelmektől, fájdalomtól, a reményteli várakozástól, a káromkodó, tehetetlen dühig, az utóbbi diadalmaskodott. Nem lehet megúszni semmit, visszhangzik a fejemben egy mondatod, magnum felvétel, nem de bár. Jó ég tudja hányadik kétségbe esett szakítási kísérletünk nyomán, melynek természetesen ugyanaz lett a vége, mint a hasonló eseteknek. Egymásnak estünk. Utána téged a bűntudat mardosott, engem pedig a kárörvendő kielégülés és diadal érzete lepett meg. Szánalmas mindkettő, nem de? Ezért is lett elég. Egymás a rejtegetése, nem vállalása, amiben néma cinkosok voltunk, kifárasztott. Többé ne aludj itt, közöltem egy szeretkezés után. A kulcsomat is add vissza. Hallgattál. Szótlanul már gyáván megfogtad a kezem, ölelgetni kezdtél, én meg úgy éreztem magam, mint valami nagyon félreértett szappanopera jelenet hősnője.
Éreztem, hogy megerősödtél, dörmögted végül, de a kulcsot nem adom vissza. Hazamegyek, és átgondolom az életemet. Mintha nem ezt csinálnád egész nap, nevettem fel, gúnyosan. És onnantól nem ismerlek. Azt hiszem jobb, ha most egy darabig nem találkozunk. De én ezt nem akarom, mindegy kisasszonyka. Én viszont igen. Csak így tudok meggyógyulni, mert meg akarok gyógyulni, és már sokkal erősebb vagyok. Ezt látod, nem? De, látom. Csak nem tudtam, hogy nálad ez ilyen elvágólagos. Máshogy nem megy. Csak eképp tudok túllépni ezen. A hétvégén naplót írtam, gondolkodtam, és egy csomó mindenre rádöbbentem rólad, hogy mennyire nem voltál fair. Például mikor? Ott van az a rengeteg iszonyatos beszélgetés, majd a végén áthívsz magadhoz filmet nézni. Hát az tényleg hiba volt, de beteg voltam és elesett. Hiába tudom, hogy ez nem mentség. Tudnod kell, hogy sohasem voltam érzelem nélküli. Elhiszed? Számít ez most már? Másfél év volt. Tudom, hogy mennyi volt. El akarom felejteni. Azt tudnod kell, hogy én nem bánok semmit. Te bánod? Igen, az egészet. Végképp padlóra került a maradék önbizalmam és önbecsülésem. Kisasszonyka, nagyon régóta beszélünk. Állapodjunk meg, hogy felhívsz, amikor gondolod. Állandóan csak én telefonálok, már teljesen baleknak érzem magam. Felhívsz majd, ha akarsz. Jó, csak az a baj. Mi a baj? Mindegy. De mondjad, mi a baj? Semmi. Köszönj most el. Pár héttel később hallottam, hogy összeszedtél valakit, majd azt is hallottam, hogy összeköltöztetek, és még soha nem tapasztalt nyugalomban telnek, nem minősített hétköznapjaitok. Ó, a béke szigetelett, szépséges kis világod. Ügyes teljesítmény, főként egy ilyen vadállati hajlamokkal is bíró férfi részéről. Tudatosság, elhatározás tűzted a zászlódra. Hát, csak így tovább. Azóta sokat gondolkodtam, és gondolkodom a mai napig, mit is tartsak te rólad. Egy bizonyos, már nem szeretlek. Szerettelek jobban, mint valaha hittem, hogy lehet, de ma öreg arccal és szemmel be kell látnom, mindez kevés. És nem nekem, neked, a te félelmetes múltérzékelésednek, társasági sznomizmusodnak, önnön tükörképednek. Sajnállak, mert egy másodpercig sem vagy őszinte. Talán azt se tudod már, mi az. És úgy belemerültél az önostorozás kélyes borzongásaiba, a tetszelgő önáltatásba, melyet normális életnek nevezel. Tudod mit, drágám? Rendben, elfogadtam. Éld le az életet a melletted pózoló, hallgatag és halszerű teremtménnyel. Hidd el, tökéletes kis háziasszony lesz, igazi otthonteremtő, csendes múzsa, aki talán még nálam is jobban lesi minden kívánságodat, rajongással olvasgatja remekbe szabott műveidet, miközben sejtése sincs róla, hogy folyamatosan becsapod őt is, áltatod és kihasználod. Vagy nem? De akkor hadd tegyek fel pár aprócska kérdést. Miért futottál vissza hozzám az ágyamba újra és újra, mikor már réges-rég az éjszakai élettől undorodva elforduló arcoddal kápráztattad a környezetedet, bocsáss meg a gettót, mikor már hosszú hónapok óta mutatkoztál egy olyan lány oldalán, akit csak úgy tudtál először megcsókolni, hogy nyeltél egy nagyot, és igyekeztél nem odafigyelni. Csak nem volt göröngyös a simára kiegyengedett utad, netalántán mégsem elégített ki odaadó oldalbordád? Ennyi, szomorítana, ha így lenne. Nem tudom, nyomorult kettősünkből melyikünknek volt kevésbé őszinte, hogy valójában kit is szédített meg jobban a titok. A titok, ami eleinte táplált minket, majd újra és újra saját vérünket kezdte szívni. Tényleg nem tudom. Én is őszintétlen voltam kezdettől fogva. Elhitettem magammal sokszor, sok-sok időn keresztül, hogy ez tartható. Ez nem pusztító. Egészségesen jöhetünk ki belőle, ha majd egyszer véget ér. Vége láthatatlan beszélgetésekben próbáltuk megfejteni a talányt, a mozgatóerőt, ami szüntelenül egymáshoz hajtott minket a nyers, buja testi kielégüléseken túl. Megbeszéltük, kész, vége, többé nem alszol nálam.
Ám reszketve vártam, hogy csak csörrenjen a telefon, hogy te gyere, gyere, akármilyen állapotban, csak gyere! Ezt utólag nem tekintem szánandó önfeladásnak részemről, mert a részemről valóban kialakult egy mélyebb érzelem, még ha magadat mentegetve, még ha nem is vallottam be magamnak. Ugyanis elhittem, amikor magadat mentegetve, lehajtott fejjel gyóntad, hogy képtelen vagy bármire, bármire, ami kapcsolat. Megértettem, elfogadtam, nem lázadtam ellene. Valljuk be, kényelmes és izgalmas volt ez az állapot, melyben azért én is szabadon mozoghattam, kényemkedvem szerint más férfiakkal flörtölgetve, és különös pikantériát adott a tudat, hogy te otthon vársz felizgulva, sőt, esetleg végignézed, mind csapják nekem a szelet a gettóbéliek. Tudom, alárendeltem magam az akaratodnak. Tudom, azt tettem, amit kértél, és nem parancsoltál. Jól tudod, minden nekem feszülő akaratnak legmakacsabbul ellenállok. Igen, tiéd voltam. Most jobb? Eláruljam, mit érzek most, hogy a fejemben zsonganak az általad legutóbb kiköpött szavak, és még előttem van, mint ölelgetsz. Teli vagyok indulattal, kitörni készülő indulattal, és legszívesebben felképelnélek a gyávaságod miatt, a konformizmusod miatt, az állandó önsajnálatod miatt, melyből mellesleg erődet és az úgynevezett ihletedet nyered, kedvedet az alkotáshoz, de legfőképpen az örökös hazugságaim miatt. Szánalmas! Eddig magamat tartottam szánandónak, ám már látom és tudom, hogy 10-szer erősebb vagyok nálad, megeszlek reggelire, és én nem hazudok magamnak. Vállalom, vállaltam, amit érzek, míg te meghátráltál még az utolsó utáni kibaszott pillanatban is elfutottál, míg a telefonba sem mertél aztán bevakkantani, gyáván letetted. Mit akartál mondani? Kérdeztem még mindig reménykedve, elfelejtkezve róla, micsoda alakká lettél. Elfelejtettem, felelted. Szánnivaló, fúj, hány inger! Hány inger vagy az utóbbi két normális évedbe, édesem? Dühös vagyok, dühös, és szállak, mert boldogtalan vagy, küzdesz ellenem, pedig jó darabig láthatóan sokkal nagyobb erőfeszítésedbe került nem jelentkezned. De gratulálok, megtetted, kiálltad a próbát, most már faszalegény vagy, a társadalom oszlopos tagja, akit tisztelnek. Ha-ha-ha! Milliószor végigpörgettem magamban mindazt, ami köztünk megesett. Hazudtam magamnak, mondtad egyszer, gyötrődő hangon a telefonba. Valójában rengeteg gyönyörű dolog történt köztünk. Tudod mit? Szarok rá. Minden egyes eltelt nappal, lassabban ugyan, mint reméltem, sajnos, fokozatosan nyerem vissza a régi önmagam. Azt, mikor te még suttyomban nem éltél velem, mikor nem vallottál órákon át szerelmet, és közben otthon főzött, goblenezett, takarított, áldott jó papucsállatkád. Amikor még nem furakodtál bele gondolataimba, apró diadalok, melyekhez nem volt közöd, melyeket nem tudtál tótágasra állítani valami elcseszett filozofikus mondattal. Hazudtam magamnak, mondtad egykor, és mára belátom, hogy nem voltál egyedül. Elfelejtett esték, felsejlő félmondatok, elsuttogott félszeg gondolatok villannak be, ahogy ezt a képzeletbeli múltutazást teszem, és szomorú vagyok. Szomorú és kiszolgáltatott, de nem ám olyas kép, ahogy te azt kívánnád, korántsem. Amennyiben te vagy az erő, és én a gyenge, úgy mivel magyarázható az a kölcsönös őrület, az a hosszú-hosszú egymást tépő násztánc, ami megesett? Mi gyengítjük egymást, mondtad máskor. De itt a te hatalmas tévedésed, árulásod, ugyanis veled ellentétben én emlékszem, méghozzá pontosan minden egyes lezajlott meghitt, vagy akár dühöngő párbeszédre, elhallgatott gondolatra, tomboló ágyjelenetre, s nem állítanám nyugodt lélekkel, hogy a gyengeség diadalmaskodott volna. Féltél is ettől, magad vallottad be, tartottál az én emlékeimtől, melyek sajnos élénken jelen vannak, bármerre jársz, vagy járok, állandóan szembesülni kényszerülsz velük, és nem csupán a gettóbéliektől, hanem tőlem is, akár a leveleim által, melyek hónapokon át naponta érkeztek, s táplálták tagadó önérzetedet. Valóban hazudtál magadnak, a megfutamodást választottad, rendben, megteheted. Csak hogy utána ne kend rám az egészet. Hát ne fitogdasd az úgynevezett erődet, hiszen ordít rólad a hiteltelenség. Semmi baj, mindenki úgy él, ahogy akar. Te most már szépen, nyugodtan, polgáriasan. Csak jól vigyázz, nehogy akár egy csepp bort is igyál. Mert akkor eszedbe jutok én,
én és a szégyened, ami a kedvenc szabad, a legnagyobb átéléssel hajtogatott barátaidnak lépten nyomon, fürdőzve az önvád, az önsajnálat nyújtott a kéjében. Hiszen téged, ó szegényke, aláznak, téged bántanak, te is ludas vagy, rebeged megbánó szempilla rezgetéssel, de te még mindig többet szenvedsz. Meggyőztél, gyáva, gyenge és hazug vagy, és mindezt az én számlámra írtad. Tudod mit? Semmi baj. Könd csak rám a szégyen forrásra, hiszen jól tudod, a szavaimnak úgy sincs hitele. Merő humbuk és blöff az egész, csak úgy, mint az én harsány és alpári életem. Kend rám, menekülj ebbe az álságos kapcsolatba, házasodjatok, hát úgy sincs messze, legyél gyáva mindörökre. Csak utána könyörgöm, ne várj sajnálatot a barátaidtól, ne magasztosítsd föl te magad, mert nincs miért, határtalanul megvetlek. Hajnal 4-kor egymagamban a Falk Miksa utca és a körút sarkán meggyűlöltelek. Lenulláztál mindent. Minden valaha történtet. Elvetted még az én saját emlékeimet is. Átszaptad, legyilkoltad. Nagyon-nagyon jól tudtad, hiszen sejted, hova kell azokat a parányi kis tüket szúrni, hogy láthatatlanul ugyan, de mégis mérhetetlenül fájjon. Gratulálok hozzá. Ez az erő, ugyebár? Ám én, makacságomnál fogva, nem hagyom magam. Igenis, szívesen, sőt, szeretettel idézem fel számos közös emlékünket, ez jogom van. A legszomorúbb és egyben legszánalmasabb, hogy ilyenkor újra szeretlek. Megértem, mi fűzött hozzád, mi az, ami miatt olyan sokáig laktál bennem. Látlak, ahogy kósza félmosollyal közelítesz felém az utcán, ahogy a nyakadba kapsz, és együtt énekeljük a Kondzsuzsát, mire barátod tréfásan megjegyző, talán túl sok időt töltünk együtt. Vagy látlak közönség előtt, és büszke vagyok. Hallom a hangod, ahogy egyetlen célod, hogy megnevettes, vagy éppen volt, hogy ilyet úgyse találok, mint te. Előttem vad, ahogy a holdfényes éjszakába táncolunk, felsejlik, ahogy a hajadat vágom. Ezeket nem fogom elfelejteni, nem fogod elvenni. Persze nevetséges, semmiféle vigaszt nem nyújt. Talán csak a fájdalmat növeli, vagy növelte, ezért önvédelemből igyekeztem száműzni mindezt a lehető legmélyebbre. Csak hogy emléket, hogy már kezd idézzem, mely az elmúlt napokban ugrásra készen lapult, egyetlen halálos ugrással leterített. Sokáig úgy éreztem, s te ezt is tudtad, és bizonyára tovább masszírozta egódat, hogy távozásod előtt felakasztottál egy rozsdás szögre, ami vagy megtart, vagy nem. És úgy tűnik, kop-kop-kop, megtartott. Sikerült egyedül lekászálódnom róla, hát igen. Mint valami makacs betegség, úgy furakodtál vissza újra és újra a gondolataimba, álmaimba, vágyaimba, és gyűlöltelek érte. Hálás voltam minden egyes röpke kapcsolatomnak, melyek ideig, óráig elterelték a figyelmem rólad. Szentül hittem, már nem számítasz. Egy dolgot nem értettél soha. Az őszinte szeretetet. Egy másodperc töredékéig sem fordult meg a fejedbe, hogy bármi, amit értettettem, az nem számítás, az a bizonyos női, hanem szimplán az, hogy oldani akartam a benned felgyülemlett irdatlan indulatot. Nem, nem, te láncokat hallottál csörögni a háttérbe, amihez csak nekem van kulcsom, rettegtél, hogy hamarosan megbilincselek, és onnantól nincs menekvés. Jössz? Tették föl neked a kérdést a kerthelyiségbe, ahol végül hónapok múltán újra találkoztunk. Határozottan maradok, felelted. Se baj. Egyszer azt kérdezted tőlem, meddig akarom még nyújtani. Szembelegve tetted fel egy előző horrorisztikus éjszaka kiakasztó beszélgetésének pontjaként. Nagyon jól tudod, egyedül nem tudom nyújtani. Életem legjobb döntése, mindegy, kisasszony. Nyilatkoztad a fülem hallatára. Állítasz valamit, és 2 perc múlva visszavonod. Hát ezt nevezem ilyen sunyi gyávulásnak, tudod? Most már semmi nem él, megszűntem érezni irántad. És azt akarom, hogy a neved épp oly semlegesen hangozzék számomra, mint egy Otto, vagy egy Balázs, Gergő, vagy mit tudom én, bitumen. Nem rándul görcsbe a gyomrom, nem kerülget a rosszul lét, hova tovább elfelejtem mindazt a szánalomhegyet, aki te vagy. Nem hallok több hírt felőled, éljen nyugodtan, jól tudod, úgysem sikerül majd. Legjobb barátod a szégyen, mindig felzaklat majd. Meg is érdemled. Így maradunk. Így. Mindegy, kisasszony. Vajon ekkor már egy halottnak írtam? És Emese, ő vajon
meg ágott a durva célzásaival, hogy Emese volt Lajosnak az igazi, mindegy. Én ezzel a levéllel tényleg lezártam az egészet. Bár volt idő, mikor gyűlöltem őt, talán látható, hogy mégse tudtam volna bántani.